Két hetet készülhetett a Baja elleni mérkőzésre a Nyíregyháza Blue Sharks, ugyanis az elmúlt hétvégén nem rendeztek fordulót az NB1B-ben. Ez az időszak arra is jó volt, hogy a kisebb sérüléssel bajlódó játékosok felépüljenek, és még egy Tiszaújváros elleni felkészülési meccs is belefért a programba. A csapat fiataljai két junior bajnokin is pályára léptek, voltak, akik az egyetemi bajnokságban játszottak, úgyhogy meccshiányra nem panaszkodhatnak a játékosok, aminek Sitkó Ernő szakmai igazgató kifejezetten örül. Én nem nagyon örülök az ilyen hosszú pihenőknek, mert a csapat, ha benne van egy ritmusban, akkor kiesik a mérkőzés ritmusokból és hasonló, de ez alatt a két hét alatt tudtunk olyan taktikai elemeket tanulni, amiket eddig nem alkalmaztunk a mérkőzéseken. Remélem, hogy ezeket majd kipróbálhatjuk, és természetesen hasznosan próbálhatjuk ki. A korábban az élvonalban évtizedeket eltöltő Baja jelenleg az NB1B nyugati csoportjában szerepel. Eddigi 8 meccséből mindössze egyet nyert meg a Dunaparti együttes, amely elsősorban a kinti dobásokra építi játékát. Évek óta az jellemző rájuk, hogy nagyon sok hárompontos és nagyon sok külső dobást próbálnak a játékukba beiktatni. Ez most sincs másképp, és egyébként egészen jó csapatuk van, de ennek ellenére nem kérdés, hogy mi a mi célunk. Sitkó Ernő elmondta, mindenképpen be akarnak jutni a HEP Kupa 4-es döntőjébe, amelyet a Magyar Kupa döntővel egy helyszínen és egy időben rendeznek majd. A Nyíregyháza Blue Sharks Baja mérkőzés szombaton 15 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják a találkozót.